Folyamatosan fürkészik a környezetet az örökzöld ágain pihenő, telelő erdei fülesbagyok. Négy napon keresztül számolták őket országszerte óvodások, iskolások, civil szervezetek, madárbarátok és a Nemzeti Parkigazgatóságok természetvédelmi őrszolgálata. Ezek a madarak a közepes és kisebb településeket kedvelik, főleg a belvárosi örökzöldeket, tujákat, fenyőket szeretik, akár 20-30 fős csapatokban is pihenhetnek ezeken napközben. A szürkület beköszöntével azonban kirepülnek a környező gyepekre és szántóföldekre vadászni. Minden egyes bagoly átlagosan legalább két és fél kis elsősorban mezei pockot eszik meg minden nap. Tehát, hogyha figyelembe veszünk egy nagyon szűken vett száznapos telelési időszakot, akkor bizony mondjuk mint egy tízezer telelő erdei füles bagoly Magyarországon de 62 tonnányi mennyiségű mondjuk 24 millió körüli kisrácscsálót fogyaszt el, hogyha ezek a bagyok nem lennének itt, és ingyen és bérmentve nem távolítanák el ezeket a kisrácscsálókat a tájból, akkor bizony jönne az agrárgazdálkodó a maga mérgeivel. Bár a telelő madarakra nem jellemző, az erdei fülesbaglyoknak a hangja is jellegzetes, ez is hozzásegítette az önkénteseket, hogy minél több egyedet tudjanak rögzíteni a felmérésben. Az összesítésből pedig kiderült Magyarországon legalább 9975 erdei fülesbagoly van, a legtöbb Jász nagy Hajdú hajdubihar és Bereg vármegyékben. A legtöbb madár 555 túrkevén nappalozott, de 11 településen találtak száznál is több bagyot, például Tiszavasváriban. Alapvetően azt lehet mondani, hogy a, a Dunatisza közel és különösen a Tiszán túl kedvelt terület a bagyoknak, nyilván azért, mert ez a számukra a legkedvezőbb agrártáj. De hogyha mondjuk megnézzük a számokat, akkor nagyon érdekesen alakul, mert a három évvel ezelőtti számokhoz képest szinte csak alig több, mint fele annyi bagoly van. Ugye ennek alapvetően az az oka, hogy a kisrágcsáló állomány az elmúlt két évben a természetes hullámzás ritmusának megfelelően a csúcs ö, évek után most összeomlott, és most nagyon kevés van. Ezt fokozza még ugye a tavalyi nagyon durva a száj, ami különösen a, dusz, a, a Dunától keletre fejtette ki a a hatását, tehát kevesebb azért a porcok jóval az országban, és amikor ez úgy működik, hogy ősszel, ugye az első terelő erdei füles már szeptember közepén itt vannak az országban, tehát amikor jönnek a nappali ragadozók, vonulnak ősszel és a bagjok, és azt látják, hogy hogy Magyarországon hogy bizonyos területeken nagyon sok a kisrák, ott nagyobb számban maradnak ott, és telnek át. Ha azt látják, mint tavaly, illetve ö, tavaly előtt, hogy, hogy, jóval kevesebb a kisrák akkor a madaraknak egy jelentősebb része tovább áll. A következő madárszámlálás alanyait tavasszal a gólyák és a fecskék lesznek, nyáron pedig a fészkelő erdei fülösbagyok felméréséhez várják majd a lakosság segítségét.